Üdv mindenkinek, gyerekek, az új videó, ugye amit megígértem, belekerülhettek a videóimba, és benne is lesztek szerintem, aki olyan videót küld, mert láttam, valaki küldött olyan videót is, hogy valami más, mondjuk a Földet rá című videót elküldte nekem, most azért nem tudok mit kezdeni, igazából az egész arról szól, hogy adjátok hozzá az arcotokat, hangotokat, képeteket, stb. És úgy kerüljetek be, szóval ti kerüljetek bele, nem mások a videói, hanem tényleg ti. Nem feltétlen kell velem kapcsolatosan, akár a saját dolgaitokat is beküldhetitek, csak annyit kérek, hogy ne gameplay legyen, ne Minecraft, meg egy ilyen mindenféle hang nélküli gameplay, szóval azért, ne, tehát gameplay az ne. Bármi más, csak gameplay ne, meg más videóit ne küldjétek. Ennyi a kikötés, rengetegen küldtetek nekem, úgyhogy én el is kezdeném, mert nem tudom, mikor lesz ennek a videónak vége, meg hogy hány perc, úgyhogy nem is nagyon akarok tovább pofázni. Vágod, úgyhogy kezdjük el az első videót, amit kaptam íme. Csá, Patuska, nagyon királyak a videóid, szeretem a Chat Alternatív és a Chatrulit videókat. Chatrulit? Én már 28 ezer feliratkozó óta követlek, és nagyon szeretem a videóidat, így tovább, Patuska. Csácumi hello, az igen, bazd meg, köszönöm szépen, hogy ilyen szépeket mondtál nekem, jó! Sanyi! Uda hangos vagy, Sanyi, bazd meg! A videóban beszeretni mutatni a kocsi öcsélenyet. Ja, amúgy bocsánat, hogy nem volt videó, csak közvétek ilyen dolgok. De ahogy lássátok, jelentkezik a természet lágyoléből. És egy pocsi öcsélenyet, azért találtuk ki... Pocsi öcsélenyet, mi a szaraz? ...meg ilyeneket, hanem saját magunktól kitalálunk, hogy a természet lágyolébián dolgokat. Na és térjünk is, hogy lágyja a pocsi öcsélenyet. Ugrani is jók. Ugrok. És ahogy lássátok, ugor már? Anyád, mekkora pocsolja, hülye vagy? Én azt hittem, csak egy kis sár izik, kis sárba beleugrasz. Anyád, az igen, vasz, te egy idióta vagy. Wow! Meg a beraktam a húst. Hát hogy ne lenne elég, ne viccelj, mert hát a tök főzelék. Kenyért tettem bele. Ali, kedves Csatuska patorna, azaz Csatuska csatorna. Aranyos kis cica. Mik vannak itt? Haver csótányomnak elég mérges feje van, mert ide hívtam, hogy azt a kurva, hogy legyen benne a videóba, ami nagyon büdös a szájam most, hogy így nyitogatja érzem. Szóval az volt a kérdés, hogy... Ja, hogy a csatornádat miért szeretjük, meg ilyenek. Igen. Hát én azért, mert jó a humorod, és hát a macskám is nagyon kedvel, csak engem nem. De hogy így... 5 másodperc hírnevet szeretném. Tiszta ideg. De nem él a lehetőségem, mint látod, és most nem tudok rázumolni a fejére, mert fail. De mindegy. Ez a macska. Csá, haver, csótányok, és nézzétek Patuskát, mert hát mindenki Patuskát nézi, és jól is teszi. Csá! Mindenki engem néz, ne nézzem mindenki! Jaj, Isten! Aranyos volt, macska is, te is aranyos voltál. De hát ez a macska bazd igazi. Vinkovics Ádámnak hívnak, 26 éves vagyok, 1990-10.03-án születtem. Szóval nem lett kiszámolni igazadban. Jelenleg párkapcsolat nélkül vagyok, bár többen úgy ismertek, hogy VK-vlog, de ezentúl a jövőben Vinkovics Ádám... Gucci gang, jó, azt hittem, hogy az lesz. YouTube-ozgatni. Ezen a néven. YouTube-ozgatni, videózgatni. Szia, Patuska! Szia! Én azért szeretem a te videóidat, mert megnyugtat, mikor fejzem a tejjáz! Wow! Az mi lesz? Wow! Wow! Hullahobba? Vagy mi? Nem hullahobba, ez az, az ugrálókat tényleg használtad a lábadat? Az igen. Ezt egyszer lehet kipróbálom. Szóval sziasztok, aki bőven neki vagy, és hallottam... Mi vagy? Mi vagy? Állj! Mi vagy? Szóval sziasztok, aki bőven neki vagy, és hallottam arról... Plévianki vagy mi? Milyen ilyenki? Csatuska patornam, hogy belekerülhetek a videójába, kb. Hogy mondom. Belekerülsz, haver, benne vagy? Igen, úgyhogy most ezt a videót azért veszem fel, mert azt mondta, hogy valami... Azt mondja, hogy...
Azt mondta? Miért szeretem a csatornát, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy én most így elmondom a véleményemet, én nagyon szeretem a csatornát, tehát, hogy neki mi a kedvenc videósom. Az, hogyha belekerülök a videójába, akkor Patuska, te vagy a kedvenc videósom, és... Aranyos vagy, köszöké. Az, hogy belekerüljek egy chat alternatív videójába. Ez az álmod, hogy belekerülj egy chatet a videójába? Hú, hát akkor figyelj, én nem mondok, ne add föl, amikor kiírom Facebookról, hogy mikor vagyok fönt, nem mindig írom ki, valamikor ki szoktam írni, de amikor kiírom, akkor mindenféleképpen gyere föl, beállítod Magyarország, és nyomkod addig, hogy meg nem találsz. Ilyen egyszerű, that's simple, mate, simple, easy. Utána azért a legjobb, hogyha hetente legalább kettő csatatératívas videó lenne, mert én ezt imádom, én ezzel jó, nem ötlet. Szoktam röhögni, hogy ezt, hogy adszunk ki valamit, hogy kimondod azt, hogy akkor én megyek, szoktam. Majd mondja azt, hogy piros vagy. Szóval azt tudtad, hogy kimondod azt, hogy zöld jártam, azt mondja, hogy nem azt mondod, hogy sörökezt, hogy... De most... Beszarás vagy, kis haver. Nagyon aranyos vagy, kis haver, hogy ilyen fazak és videnyót küldtél nekem, köszönöm szépen. Hát neked az álmod az, hogy bekerülj egy chat alternatív videóba. Hát nekem az álmom egy Ferrari vagy valami ilyesmit, kicsit azért tedd magasabbra a mércét, mert ja, tehát az, hogy összedobjon minket chat alternatívon, simán elképzelhető. Csak mondom, akkor kell jönni, amikor kiírom a Csatuska Patón a Facebook oldalra. Vagy a Patuska Négeri csoportban, mert ott kicsit azért aktívabba, az esemény aktívabbak vagyunk. Üdvözlök mindenkit, én Rosmán vagyok, és először szeretném megköszönni, hogy ezt a videót végignézed, és másik sorban szeretnék elnézést is kérni, hogy ez a videó nem lesz... Állj! Oké, végignézném, elsősorban, ha videót kezdesz, és ilyen bemutatkozó dolog, akkor még véletlen se legyen több, mint egy vagy két perc, maximum két perc, mert nem fogják végignézni. Ez tapasztalat. Nem fogják végignézni, 11 perces videót csinálta. Mondjuk nem nekem, ez gondolom a saját videót. Ilyen bemutatkozó videó mindig legyen rövidebb, hogyha már elmondod, hogy ki vagy, mi vagy, mit csinálsz. Tehát gyorsan daráld le egy legfeljebb 2 perces videóba, mert nem fogják. Hidd, nem fogják megnézni. Nem azért, mert szar vagy, hanem mert, na, még a nagyobb videósoktól se szokták megnézni a 11 perces videókat. Ők is törekednek a rövidebb videókra. Én is próbálok minél rövidebbet csinálni. Minél rövidebb, tömör, de az fasza legyen, érted? Én szeretném magam kipróbálni így a YouTube terén, mert ahogy a YouTube-on szétnézünk, nagyon, de nagyon sokféle videókat találhatunk, nagyon sok témakörbe, és megmondom őszintén, hogy talán egy hiányérzetem van. Mi? Jön egy autó, bocsánat. Folytatnám a monológot. Jó kis faded. Talán olyan hiányérzetem lenne, hogy vannak traktoros videók. És én abban nem nagyon vettem észre, hogy lenne hozzá egy beszélgetés is, vagy hozzáfűzni való, vagy ilyen szórakoztató jellegű. És én megmondom őszintén, hogy ezeknek a kombinációját szeretném még összerakni, csak nem tudom, hogy lenne rá igény érdekelni az embereket. Ezt majd meglátjuk, kedves haver. Ne haragudjál, én most az őszintét mondom meg neked, hogy gondolom ez egy ilyen, mondom, bemutatkozó videó, és ne csináld ilyen unalmasra. Gondolom tudsz vágni videót, vágd meg úgy faszán, hogy az ember oda vonza, és ne az legyen, hogy csak így beszélsz, és akkor így... Mert ez így nem jó, tehát ez így unalmas. És ezért nem fogják megnézni a videót. Először is legalább csinálj egy, mit tudom én, rövideket, rövid videókat. Én egy-két perces mondom, egy bemutatkozó videó mindenféleképpen, és akkor utána csinálhatod te a, mondjuk a traktoros videóit, amit akarsz, ahogy látom. Mert gondolom, hogy traktorozgatsz ebbe a videóba is. Csak sajnos az a baj, hogy már itt az elején így úgy éreztem, hogy ó, basszus, hát nem áll. Érted? Mondjuk csinálj ilyen összevágásokat, hogy kicsit traktorozó, kicsit beszélsz, traktorozó, beszélsz, vagy valami, érted? Hogy mint a gyerekeknél, hogy leütetett filmezni, most leüt, gyerekek nem néznek meg egy vlogot, mert ugye nincsen kamera, nincsen jelenetváltás, semmi, csak ilyen sima izé, és valaki beszél, azt nem. Egyelőre. Aztán utána majd, hogyha fölkeltet egy picit a nézők érdeklődését, akkor mehetnek a hosszabb videók. Geci hangos volt ez, tudom én, hogy ez ilyen effekt. RIP headphone users. Ugye nem vágsz ki minket? Na szevasztok, megyek tovább, akkor majd nézzétek a Csatuska Patón a videót, mert szerintem benne lesztek egy kicsit, jó lesz? A macska a nyelvedet! Indián akarok lenni? Pedig ez nem indián. Thank you.
Ez a saját videóm. Kicsit átdolgozva elvileg. Sziasztok fiúk, illetve lányok, illetve Patuska négerei és Patuska. Szevasz, haver! Miért mondom azt, hogy Patuska négerei és Patuska? Azért, mert ez a videó neki készül, innen is üdvözlöm Patuskát, szia Patuska, sziasztok Patuska négerei. Lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem Patuska, velem már találkoztál chatroulette folyamán, akkor nagyon boldog voltam. Igazából na, ez a videó azért készül Patuskának, mert mondta az egyik videójába, hogy lehet neki videót küldeni, és így lehet neki üzenni. Na, én teszek egy próbát és elküldöm neki, hát ha szerencsém lesz, és el tudom mondani neki, hogy milyen nagyszerű videós. Patuska, te vagy a második kedvencem a YouTube-osok között, te vagy az egyik... Én vagyok a második kedvencem a YouTube-osok között, nagyon szépen köszönöm. És kíváncsi vagyok, azt mondta, hogy a második, kíváncsi vagyok, ki az első? Csak nem a VK vlog. Olyan ember, akit a személyisége miatt szeretek, amit kimond, amit gondol, és őszinte az emberekhez. Nagyon szeretem a véleménykifejtős videóidat, a reakció videókat, szóval amiben kifejted a véleményedet, akár legyen az egy játék, akár legyen az egy reakció videó, akár legyen az egy sima beszélgetős videó, jól tudod kifejteni a véleményedet, és én ezt imádom benned. Nagyon szépen köszönöm, hogy azt mondod, hogy jól tudom kifejteni a véleményemet. Hát törekszek arra, hogy ne mondjak hülyeséget, gondolhatod, haver. Szóval, hogyha már ilyen sokan néznek, akkor megpróbálok nem hülyeségeket mondani, mint egyes videósok, és most nem rácéloztam másokra. Érted? Nagyon imádom, hogy beoltod azokat a kis nokedliket, akik próbálnak neked bepufázni. Én is így vagyok velük, utálom őket, chatrouletten állandóan beszólogatnak minden, de hát ezeket le kell szarni. Hát, ja, próbál, de ha beszólnak nekem a nokedlik, én általában csak így nem csinálok semmit. Csak így nézek. Meg én nem utálom a nokedliket, Abszolút nem utálom, hát figyelj, én is voltam nokedli. Ha nokedli lennék, valószínűleg én is így viselkednék, hogy beszólogatnék másoknak. Tudod? Szóval, ez ilyen. A nokedlik, illetve a kicsik, azok ilyenek. Tehát még nem fejlődött ki annyira a személyiségük, hogy most itt mérlegeljük a helyzetet, hogy esetleg egy idősebb emberre beszélnek. De hát ez ebben nem akarok belemenni, mert igazából itt egy kis nevelés kérdés is van, de... Szóval érted, mit akarom mondom, én is voltam, én kicsit tisztelettudóbb voltam, de az én is voltam hülye gyerek, ilyen kis szaros, ilyen kis... Érted, mit mondok, szóval én is pofáztam be másoknak. Mondjuk nagyobbaknak azért nem nagyon, mert akkor elhagy a bugyátok, tudod? Hát sokszor, nagyon sokszor a sapka miatt, vagy nem tudom mi miatt, de összetévesztettek már veled, úgyhogy mi van? Mi az, hogy összetévesztettek veled? Hát ez az, és engem miért tévesztenek össze a Barnival? Meg a többi videnyóssal, meg a Szalaisti, meg ilyenek. I don't know! Könyörgöm, te Patuska vagy, én meg Patrik vagyok, öcső, nem lehet. Én is Patrik vagyok. Tehát igazából nem tervezem hosszú ezt a videót, nem akarom rabolni a drága idődet, meg senkinek az idejét, nem akarok hosszú videót csinálni neked. Szóval igazából Patuska egy nagyszerű videós, én nagyon bírom, nagyon billak Patuska, bírom a reakciódat, a véleménykifejtésedet. Igen. És köszönöm bírom, szépen, vicces köszönöm. Vagy és megmondod mindenkinek a magadét, mert ez egy király dolog. Remélem, hogyha majd nagyobb videós leszek valamikor, akkor tudunk találkozni és le is tudunk spanolni, úgyhogy addigra is, sziasztok! Boom, bitch! Na hát srác, köszönöm szépen, hogy elküldte ezt a videót. És nem azon múlik, hogyha nagyobb videós leszel és tudunk találkozni. Bármikor találkozhatunk, haver, bármikor. Ja, és sok sikert neked is a videnyózáshoz. Esetleg, hogyha tényleg videózol, mert nem tudom, én nem láttalak. Szia Patuska! Szia Patuska! Szia Patuska! Én is így szoktam csinálni, mondjuk pont ennél a videónál is volt egy csomó, amit így ötször kellett elmondanom, mert egy megbotlott mindig a nyelvem, szóval próbálok én legalábbis arra törekedni, hogy ne össze-vissza ilyen hablagy vlog legyen, érted? Vlog, szóval na normálisan egybefüggően beszélni, de ahhoz tényleg vágni kell, és látom, te is ezt csinálod. Mi van? Én csak azt szeretném neked mondani, hogy nagyon király a csatornád, és kicsit kezd melegem. And the man's not hot. Man can never be hot. El a nézettség, tudod, sok like kell, meg ilyenek, úgyhogy légy, hirdesd meg, majd rak be a leírásba, meg szólj, hogy kommentben mindenkinek, hogy izé iratkozom fel, na csak. Milyen a zene?
Ebben a videóban írta a gyerek, hogy a Mohamed paródiámat próbálja parodizálni. Hát erre kíváncsi vagyok. Nézzük. Yeah! Locsi micsi meccse, klacsi pacsi pecse, lacsa macsa klacsa, bicsa lacsi kutya, ki kutya pacsi pacsi, picsa pacsi lecsú, csipa lika koki buki kaki lecsú papi lepö, lepö, hú, kiki buki pati fú, csak a lika miki muki miki csuki muki luki buki muki paki numi pacsi pacsi kutsi, ki tuki luki, luki tuki puki, puki puki csuki puki luki muki buki, csak a csiki csuku. Jó lett, haver, jó lett, de most a színvel nem fogunk végni, aranyos vagy amúgy. Hát fölülvettem én is amúgy ezt az egészet, de úgy, hogy azért látszódjanak a dolgótól. Látszódni nekem, az lássa, tehát te följebb azt a kamerát, haver. Szia! Na szóval, itt lennék Patuska azzal a bizonyos videóval. Gyorsan és röviden el szeretném neked mondani, hogy... mi tetszik a csatornádban? Igazából a csatornádban a live-ok tetszenek, ezek a chat-alternatívos live-ok, és igazából örülök, hogy benne lehettem pár live-od van. Na, benne voltam. Azt hiszem kettőben, és remélem, hogy folytatni fogod tovább a videózást, és gratulálok a 40 ezer feliratkozóhoz, és remélem, hogy még össze fogunk futni a live-jaidban. Köszi. És nekem is van egy YouTube csatornám, hogyha gondolod, nézz fel rá, Special Channel a csatornám neve, és igazából én tipmix videókat és sorsügyes videókat csinálok, vagyis szerencsejátékos videókat, és igazából... Milén te szemét! Tipmix szűté! Meg egyedi videókat is néha, meg gameplayt is. Szóval igazából ennyit is szerettem volna, remélem, hogy... Egyedi videókat, meg gameplayt is. Wow! Hát a Tipmix azt szerintem elég egyedi, szóval nem sokan csinálják, nem tudom, de az jó hangzik. Minél többen fognak nézni, és sok sikert a további videózásban, Patuska. Remélem, köszönöm hogy szépen. Összefutunk pár live-otban, és igazából tényleg gratulálok mindenhez. Üdv, Special Channel. Bang! Bang, dupla meg, köszönöm Special Channel. Neked is kitartást, és sok sikert a videózáshoz, ha... Egy csótány. Na szavasz Patuska, először is üdvözlet innen Erdélyből. Nem wow! Itt ebben a videóban nagyon sok nyálas fasságot mondani rólad, hogy te meg ilyen jó videós, meg olyan rossz. Persze, nem is fontos szóval amúgy, kezdjük is. Igen? Hát először, mikor én láttalak téged, azt hiszem az ilyen chatról... Hú, olyan kis izén hangzik, először, mikor megláttalak... Felálltok, Ukim! ...lettes videóid voltak, tudod, tedd fel a kezed, hogyha buzi vagy, na, szóval az ilyen. Ja? Úgy nagyon konkrét véleményem nem volt róla, tehát hogy magad vagy úgy, te Patuska, videós vagy, meg minden, és úgy annyi. Aztán Molnár Krisztiánnal volt azt hiszem egy videót, vagyis live volt, ha minden igaz, csak én később néztem vissza, az ilyen chat alternatívos fasság volt, ott azért nagyon jól nyomtátok, ott ti ketten voltatok, vagy hárman, nem is tudom, de szerintem hárman. És hát úgy megtetszett, hogy az egész faszkodásotok, amit ott ti csináltok. Faszkodásotok? Hát ez kurva jó! És hát így feliratkoztam rá, aztán persze hetente vagy naponta, vagy nem tudom mikor, így jöttek sorjába az értesítések, hogy Patuska feltöltött egy videót, és akkor így elkezdtelek nézni végül is, hát fel is iratkoztam. Nem akarom tovább húzni a szót, remélem benne leszek a videódban, úgyhogy megy a pacsi innen Erdélyből is, és rak fel a kezed a buzival. Nem. Hát nagyon szépen köszönöm, minden Erdélyből is küldtek nekem videót, Erdélyből küldtek videót, a srác az erdélyi, és én is üdvözlöm az erdélyeket, és most már megtanultam, hogy Erdélyben beszélnek magyarul. Eddig is tudtam, mert láttam, hogy volt egy ilyen kis probléma, hogy szerinted nem tudja a Patuska? Hogy Erdélyben beszélek magyarul, szerintem csak hülyéskedik, hogy nem tudja. És amúgy tényleg csak hülyéskedtem. Vagy komolyan gondoltam? I don't know. Na, ezt nem mondod. Ez a Bözsinyén lesz, gyerekek? Ez a Bözsnyi, ez baszki, nézzük csak. Ez a Bözsi néni! Ez a Bözsi néni is gyerek, bazd meg! Bözsi néni vs. Steve TV. Wow, na ilyen videót szerettem volna én a Bözsi néni is gyerektől látni, bazd meg az utcán, bazd meg ordibál, mert ő ordibálnia kell, bazd meg! Őt mindenki úgy ismeri, hogy az ordibálós, tyúkos Bözsi néni. Mi a fasz húzol ott? Kakas!
Pozsi néni! Ez geci jó. Ez a videó eddig még kell ütni a figyelmemet? És ezt nekem a Bözsin is gyerek küldte amúgy, képzeltek el. Bözsi néni 3 métertől 5 méterig. Wow! Tisztelt Dív TV, ki van? Mi? Dív TV, ki van? Ez mi, srácok? Kínai lánynak biztos ismeri. Sokkolom elnézést, Dív TV-t ismeri a való világban? Akkor hát, ja, senki nem ismeri Dív TV-t, a világon nem ismerik, mert ő bukó, csokolom, tovább, tiltakot, Bözsi nénit ismerik. Geci jó! És a... Hát köszönöm szépen gyerekek, ott a videó címe. Bözsi névvel Steve Tibi. Te beszélök, hogy egy punk, egy ketrecet, egy ilyen ketrecet, egy ilyen ringet húz magával, és akkor benne van egy tyúk, nézzük csak. Igen. Beszarás. Hát beszarás. Ez haláli. Köszönöm szépen, kedves Bözsi néni, bazog gyerekütet. Én szeretem Bözsi nénit, mert amúgy ez a gyerek amúgy egy tisztelt tudó gyerek. Láttátok, ő nem szól be senkinek, ő csak nyomja a fasságot és hordít bazagat. Ez kell ide, Bözsi néni. Köszönöm szépen, mi van? Hát egy történetet hoztam el nektek, egy jó kis történetet. Mese, mese, mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska. Wow! Egy ilyen paródiát, chat rüllet, chat alternatív paródia. És lányok adják elő? Mi van? Sziasztok gyerekek! Itt vagyunk Gavicával. Hello! És szia, Gavica. Alternatívozni fogunk. Szóval ha akartok velünk találkozni, akkor lépjetek fel most. Van, és hoztunk egy kis vizet. És 500 like-nál megisszuk a felét. És 900-nál a másik. Igen. És most Gavica is iszik. Igen. De és közben itt valaki írta, hogy egy gyerek megívott 12 feles egyszerre. Vagyis egymáshoz. Wow! Tag like-ba nyomják, kisfiú. Nagyon. Szóval minden többen gyertek fel chat alternatívra. Nem szoktam így megbotolni. Csak amikor már a vége fel, ugye beüt a szesz, akkor egy kicsit az írva. Én is így nyom, de... És mi is elkezdjük nem sokára. Csak előtte még iszunk egy kis kubut. És addig tart a live, még van kubunk szokásos. Imádom a kubut amúgy, de live-ben. Van itt Petéken 03, meg Panda, meg Csillámpóni, meg Molnár Krisztián rajongói oldal. Gyűlünk. És vannak itt Madik, aki Madi az írjon egy pontot a chatbe. Itt vagyok. És tényleg úgy. És a Gavica mindig szokott. Ez jó volt. Mindig mondom, hogy aki Modi, nyomjon egy pontot a chatbe, de tényleg, mert nem szoktam látni, hogy itt pörög a chat, és így nem látok Modit. Mondom, aki Modi, nyomjon már egy pontot, erre Gavica az első. Itt vagyok benne. Ja, és ez jó volt, beszarás. Tette meg a... Ezt hogy tudják? Csatlakozzon a Patuska Négeri Facebook oldalhoz. Amit megtaláltok a leírásban, nem? De, igen. Most hiszem, a Gabinak a sapkának észé oda van írva, hogy obej. Ez fasza. Ott van a sapkány, obej, tudod. Elmentek a picsába, ez kurva jó. Mi? Na, van 100 lájkolom. Így tovább, gyertek fel csak alternatívra, mert mi is most kezdjük el. Szia! Tudsz beszélni? Nem én nyomtalak el, itt a kezem. Csá, Lászi úr, te is lájvozol? Mi volt ma az ebéd? Na, menjünk tovább, másoknak is hagyj esély. Csókolom, az egy mami volt, Gabi. Ez na, cool vagy, hülye? Na, Gabi, mert kiszáradunk közben itt. Lász úr, hagyd mások, mi volt ma? Ez jó. Amúgy, mintha én nem látnám. Tehát itt ezen a monitoron is van egy izé, velem szemben, meg ezen is. Tehát három monitor, és itt szokott, ezen szokott menni a bal oldalon, a jobb oldalon is szokott menni a chat fal, meg a hogy hívják, az élőadás. És mindig Gabit kérdezem, hogy hány lánk van, Gabi, hány lánk van? És akkor még mindig válaszol, mintha én nem látnám, de amúgy jó, hát ezek kellenek amúgy, de jó, megegyeztétek, jó, ügyesek vagytok. De még egy kicsit belenézünk, aztán megyek tovább, mert lassan vége kell, hogy legyen a videónak. Én Barni vagyok. Én megnézik a... Én gyerek.
Milyen jó tapétája volt annak a nyelvi. Láttad, Gabi? Tapétám! Na, te ki vagy? Mondasz magádról pár szót? Na, ezt így gyűjtök 500 like, szóval... Hát akkor... Igyátok meg a vizet! ...el kell húznunk a vizet. Hú. Ennek mennyi a tele? Tudom, ennyi, amennyi belefér a szádba. Wow! Gabi, én ezt nem akarom. Gabi, ezt nem akarom. Hú, Gabi, ennél még a tockos osztás is jobb. Hülyék vagytok, na jó van. Nagyon szépen köszönöm, ez egy keci jó videó. Beszarás, köszönöm, nagyon jó hoztátok. Jó, nagyon fasza. Mondjuk egy kicsit gyorsabban szoktam pörögni live-adás közben, de amúgy amiket csinálunk, amiket mondunk, meg a Gabi is, bazegát, beszarás volt. Csillagos ötös. Köszönöm szépen a videót. Hát ez beszarás. Hello, Patuska. Szevasz, haver. Nem tudom, hogy rendesen hallasz-e. Igazából láttam a videódat, hogy lehet beküldeni ilyen felvételeket. Ezért gondoltam, hogy én is élek ezzel a lehetőséggel. Viszont sietek az, mert rohadtul kell fosnom. Előttem egy csinálok valamit, várjál. Rohadt domb. Felmászok és... mindjárt jelentkezem. Na itt is vagyok, fenn vagyok a dombon. Mutatok valamit. Egy pillanat. Na ezt figyeld. Fenn vagyok a dombtetőn. Kurva jó vagy, Patuska! Ezt neked. Cső. Köszönöm. Beleragod a videóba vagy, hogyha nem, akkor nem kapsz kekszet. Bemelt, akkor mindenféle jön be, lakom, hogy a kekszet szeretett, tudod, nagyon jó. Fasza volt, köszönöm szépen, kis haver. Na hát, srácok, ennyi lett volna a mostani videó. Ha szeretnétek ti is bekerülni, lent a leírásban az e-mail címen pepatuska90@gmail.com-ra küldjetek nekem hasonló videókat. Egész jók jöttek, én azt mondom, egész jók, sőt, nagyon jók jöttek. Nem is tudom, egy-kettő olyan videó volt, amit úgy nem tudtam belerakni, mivel hogy ugye tényleg olyan volt, hogy másnak videóját küldték el, vagy valami hasonló, értitek, szóval, vagy nem tudom, semmilyen volt. Tehát gyerek ütötte a flakon, meg ilyen. Voltak ilyenek is, próbáltam egy kicsit azért tényleg így a jókat belerakni. Hát is mondom, legyen ennek folytatása ennek a résznek, mert nekem ez nagyon tetszett, és remélem, hogy nektek is tetszett, és örültek még, hogy bekerülhettek, úgyhogy mindenféleképpen küldjétek, lenne a leírásba link, lájkot ne felejtsétek el, de mi ez a kanálba, az meg. Lájkot ne felejtsétek el, hogyha tetszett, és hát ennyi. Basszus, küldjétek a videókat, mert a következő részt én már csinálnám. Sziasztok! Bang, bang, dupla bang. Wow! Benne vagyok én, benne vagyok én, a benne vagyok én, a benne vagyok én. Benne vagyok én, a benne vagyok én, a benne vagyok én, a benne vagyok én.